Június 1-én megkezdődött a tagdíj megállapítási időszak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál. Idén fellélegezhetnek a Tolnavár megyei gazdák, ugyanis a tavalyi 1 milliárd forintos keret után újabb 2 milliárd forint összegű kedvezményt nyújtanak a tagjainak. Június 1 -e és 10, július 14 -e között van lehetőségük arra, hogy tagoknak, hogy megnézzék a nap honlapján az e a tagdíjukkal kapcsolatos adatokat, és amennyiben módosításra van szükség, vagy valamilyen kiremet szeretnek megnyújtani, akkor a szankció nélkül ebbe az időszakban tudják ezt megtenni. Fontos tudni azt is, hogy az idei évben <coughs> változás történt a tagdíj megalapításában. Ez a 2021-es évű bevételekre alapuló tagdíj megállapítás. Az eddig időszakban volt egy fix tagdíjas időszak, illetve volt egy fix tagdíjas kamarai tag rész, akik fix díjat fizettek. Az idei évben ez a, ez a fix tagdíjas rész megmaradt, viszont annyiban történt változás hogy a, a cégeknél, vállalkozásoknál volt egy olyan része, ahol sávos díjfizetés volt, az idejében ez egy lineális díjfizetésre tört, tehát tért át a kamara. Ami nagyobb kedvezményt fog jelenteni több tízezer gazdának. A sávos tagdíjfizetésnél, aki mondjuk 50 millió forintos bevételre tett szert és egy forinttal meghaladta, akkor abban az esetben nem 30 ezer forint volt neki a tagdíja az adott évre, hanem 150 ezer forint. A lineálistál ez nem így fog történni, a díj díjfizetésnél ez egy 1,9 ezer díjfizetést fog jelenteni, azaz mondjuk egy 50 millió forintosnál nagyjából 90 ezer forintra fog csökkenni a, a tagdíja, de ezek mondom egy ilyen példák, szeretném csak elmondani. Erre a módosításra azért volt szükség, mert az elmúlt 9-10 évben a tagdíjakban nem történt változás. Tehát ezen tagdíjfizetés volt, ezek a tagdíjak voltak tulajdonképpen megállapítva az elmúlt időszakban, viszont az infláció, a gazdasági helyzet és a gazdasági környezet ez nagy mértében befolyásolta, hogy hozzá kellett nyúlnunk ezekhez a változásokhoz. Ahogy említettem, tavaly decemberben összeült a köztestület és az országos küldöttek megszavazták ezt a fajta rendszert, ami úgy gondolom, hogy nagyon sok kedvezőbb lesz. És mint ahogy említettem, 2022-ben egy milliárd forint kedvezményt, az idejében közle 2 milliárd forint kedvezményt fogunk tudni nyújtani a, a tagok számára. Abban az esetben, ha valaki korrekciót szeretne benyújtani, azt egy szakember segítségével tudja megtenni. Mi az adatokat, amit megkaptunk a nav azon adatok alapján állítottuk meg a tagdíjakat. Abban az esetben, hogyha a tag mondjuk a támogatást bevette a abban az esetben mi a tagdíjakat az alapján állítjuk meg, hogy a, 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 támogatásokat nem vesztjük figyelembe. Viszont ha ebből fakadóan lehetnek korrekciók, és hogyha ezek a korrekciók igazán indokoltak és valósak, akkor természetesen mi is ugye együttműködőek leszünk a tagok számára. Szeretném felhívni a figyelmüket a tagoknak, hogy csak is június 1 és július 14-e között van lehetőségük arra, hogy ezt a módosítást végrehajtsák. Onnantól kezdve, abban az esetben, hogy a tag nem jelez vissza, akkor a kamera elfogadja, és úgy veszi tudomásul, hogy elfogadta a tag is a megállított tagdíjakat. Mint hogy említettem, a 2022 és 2023 évben történt kedvezményeknek az oka valójában az elmúlt időszakban az asszályos időszak volt, a mezőgazdaságra ki, történő kedvezményen időjárási helyzet miatt kellett ezek a kedvezményekkel élnünk, illetve a fennmaradó orosz ukrán az, ami nagymértékben befolyásolta az elmúlt időszakot. Mi szeretnénk nagyon együttműködőek lenni a gazdálkodókkal, és abban az esetben, hogyha nem értenek egyet, vagy nem teljes mértékben értető számokra a tagdíj megállapítása, nyugodtan keressék országosan és a megyénkben is a falu gazdászokat. Közel 15-16 irodában vagyunk jelen és tudunk segítséget nyújtani, illetve azt gondolom, hogy kialakult az elmúlt időszakban egy olyan kapcsolat a falu és a gazdálkodók között, ami egy bizalmi szint, ami alapján tényleg valóban nyugodtan fordulnak a bizalommal, és el fogják magyarázni, hogy mi történt az elmúlt időszakban. Tehát fontosnak tartom azt, Ugye a mostani tagdíj megállapítás kedvezőbb lett a, 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 a több tízezer tag számára és mindent annak szeretnék valamilyen kedvezményt nyújtani, mert számunkra az a fontos, hogy együttműködjünk és támogassuk a gazdálkodókat. Az, hogy a, a, a történt változás és a a minimál díj 2000 forintjáról fölmentünk 5000 forintra, annak meg az elmúlt tíz évben történő gazdasági helyzet, hogy az inflációt figyelembe kellett vennünk, és ezért kellett hozzányúlnunk ezekhez a tagdíjakhoz. Mint ahogy említettem, ugye a decemberben ezt a a, az országos küldöttek elfogadták, és ezt a fajta, mondjuk azt, hogy egy kedvezőbb rendszert alakítottak ki a tagok számára. Úgyhogy keresnek bennünket bizalommal, akár az igazgatóságon, akár a megyébe a és nagyon szívesen állunk rendelkezésükre.